Kis létszámú osztályjal, gyermekközpontú oktatással indul újra az általános iskola Atalában szeptemberben. Az intézmény belső helyiségei az állagromlás miatt felújításra szorultak, ezért az elmúlt egy évben az önkormányzat szüneteltette az oktatást. A korszerűsítési munkálatok már a végéhez közelednek, így az iskola ősszel újra megnyitja kapuit. Új lendülettel, új pedagógusokkal, új ötletekkel színesítve a tanévet. 14 gyerkőc fog be, illetve iratkozott be az első osztályba, de természetesen még várjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen vennének részt egy kis létszámú modern iskolában. Most jelen pillanatban az iskolának a felújítási munkálatai folynak. Itt szeretném megköszönni a Tamási tankerületnek a közreműködését és a hozzájárulását, hiszen ő általuk lett gyakorlatilag felújítva a vizes blokk, illetve a kint tanterem parkettájának felcsiszolása és alakozása, valamint a tanári szoba is új burkolatot kapott, illetve nagy lendülettel vetette magát bele a környék lakossága és a felújítási munkálatokba. Nagyon sok szülő érkezett, illetve a leendő tanítók is nagyon nagy lelkesedéssel és igazán nagyon jó hozzáállással segítik azt, hogy ez az épület méltóképpen fogadhassa majd szeptemberben az elsősöket. Mi magunkra vállaltuk azt, hogy ki fogjuk festeni az egész iskolát, valamint az étkező részét is. Ezzel már gyakorlatilag végeztünk, tehát most már csak igazából a takarítási előkészületi munkák fognak még befejeződni, és akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép iskolában fogjuk várni szeptembertől az elsősöket. 14-18 fős osztályokat terveznek, a kisebb létszám lehetővé teszi, hogy mind a fejlesztés, mind pedig a felzárkóztatás terén több idő jusson egy-egy gyermekre. Az már biztos, hogy nem csak helybeli kisiskolásokkal telik meg az osztályterem, a környező településekről is érkeznek tanulók az Atalai intézménybe. Hát egyrészt nagyon fontosnak tartottuk mindenképpen a közösség összetartása szempontjából, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog akkor, amikor nem kell családoknak bevinni városba a gyerekeket, hanem itt gyakorlatilag helyben meg tudják tanulni mindazt, amit egy városi iskolában. Ehhez szeretném hozzátenni, hogy sok mindent szeretnének a leendő tanítók bevinni az iskola falain belül. Nagyon-nagyon szeretnénk a hagyományőrzéssel, néptánccal, népdalokkal megismertetni a gyerekeket. Igaz, hogy még csak szakkörjelleggel, ugye első osztálytól fogva, de az angol nyelv tanítása is porondon lesz, úgyhogy fogják ezt is tanulni a gyerekek. Illetve nagyon fontosnak tartottuk még, hogy a környezetvédelemre és a környezettudatosságra egy kicsit rávilágítsuk a gyerekek figyelmét, úgyhogy mindenféleképpen egy iskolakerttel, komposztálóval, a madarak részére egy kis madárodúval, madáritatóval, tehát egy kicsit a környezetvédelmet a gyerekekhez közel szeretnénk majd vinni. Atalában idén-nyáron is megrendezték a már több mint egy évtizedes múltra visszatekintő gyermektábort. Első héten az iskolások, a második héten pedig az óvodáskorú gyermekek vettek részt a kézműves foglalkozásokon, sportvetélkedőkön és a közösségfejlesztő programokon. A gyerekek ezt elnevezték angyaltábornak, hiszen ez csak jó gyerekek járnak. Itt egy kicsit a komfortzónából kimozdulnak a gyerekek, hiszen olyan dolgokat csinálnak, amit általában az iskolába technikóra nem vagy nincs rá idő, vagy egyáltalán ugye nincs felszerelés hozzá, úgyhogy nemezeléstől elkezdve a dekopázsolásig mindenféle anyagot kipróbáltunk, dolgoztunk fával, fémmel, üveggel. Ezt a gyerekek nagyon szeretik a különleges anyagokat megtapogatni, megfogni, ugye ezzel nem igazán találkoznak. A nemezelés az a legnagyobb létszámú és bevonzó program, hiszen ott lehet pacsmagolni, szappannal készülnek ezek a kis dolgok, majd megmutatom, hogy mik készültek, virágokat készítettünk. Igen, hát nem annyira lettek teljesen tökéletesek, de a gyerekek szintjéhez mérten ez nagyon jó volt. Aztán csináltunk fából csibéket, ezek kerti díszek lettek a gyerekeknek, úgyhogy ez is egy hatalmas élmény volt, illetve üvegre készítettünk egy ilyen színezett papírból díszítést, úgyhogy ez az anyukáknak készült az utolsó alkalomba. Aztán voltak önismereti programok, ugye nagyon fontos a gyerekeknél a közösségbe, a közösségépítés, közösségfejlesztés, önismeret, a másik gyerek megismerése, és ezt a közösségen belül fogják legjobban megtapasztalni, úgyhogy voltak olyan játékok, amikor címert kellett csinálni saját magukról, hogy mik azok az erősségek, amikkel rendelkeznek, mik azok a hátrányok, amikkel
szintén rendelkeznek, de javíthatóak. Aztán készítettünk kollást, amiből el kellett készíteni egy olyan jövőképet, hogy ők mik szeretnének lenni, hogyha felnőttek. Úgyhogy ez is gyönyörű alkotások születtek. Mivel a közösségi élmények visszaszorultak a járványhelyzet okozta korlátozások miatt, ezért olyan játékokat is szerveztek a gyermekeknek, amelyek során egymásra kellett figyelniük, és közösen, kis csapatokban kellett megoldaniuk a gondolkodást igénylő feladatokat, és a mozgás is fontos szerepet kapott. Aztán a Dombóvári Egészségfejlesztési Irodától kaptunk programot, ott a Hóka Fanni irodavezető személyesen megjelent, úgyhogy ő különböző sorversenyeket tartott a gyerekeknek, nagyon élvezték, a hullahopkarikától számtalan játékkal lepte meg a gyerekeket, labdás játékot, közösségi játékokat, szóval zseniális volt, illetve a Megyei Könyvtártól kaptunk egy programot, az pedig a Ribizli Bócnak egy interaktív fizika órája volt, ahol a hangokkal játszottak, és a gyerekek itt is nagyon nagy élménnyel fogadták ezt, hiszen minden használati tárgyat bevetettek, és azzal próbáltak összeállítani egy egész zenekari élményt, szerezni ezzel nekünk is. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy nagyon sikerült.